A VEDA rendszer fix kamerái egy hete működnek élesben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházán 5, Máté-Szalkán pedig egy helyen vannak ilyen ellenőrző pontok. A fix kamerákkal egyetlen felvétellel többféle bírságot is kiszabhatnak. A kamerák az első és hátsó rendszámot is képesek leolvasni, a lézerszkenner 3D-s modellt készít az autóról, a radar pedig a jármű sebességét méri. Büntetik többek között a záróvonal átlépést, a gyorshajtást, de azt is rögzítik, ha piroson megy át az autó, vagy olyan irányba hajt, amerre a közúti jelzések szerint nem mehetne. A Duna vonalától nyugatra, illetve a Budapesten elkövetett szabályszegéseket Szombathelyen, míg a Dunától keletre, valamint Pest megye területén elkövetett szabálysértési adatokat itt Vásárosnaményban dolgozzák fel. Ebbe a szerverszobába érkeznek a kamerák által rögzített információk. Majd kinyomtatva innen küldik ki az autótulajdonosoknak a bírságról szóló határozatokat. Ahogyan látják itt, a rendszer gyakorlatilag teljesen zárt. Ahogyan beérkeznek az adatok a szerver szobába a VEDA kamerákról, azonnal a szabálysértési határozatokat nyomtatják és postázzák is. Ezért nem találtunk itt olyan irodákat, ahol emberek ülnek gépek előtt és a kamerák felvételeit figyelik. A szabályszegést dokumentáló képi felvételeket azért ellenőrzik, ügyintézők erősítik meg annak valódiságát. Az ORFK tájékoztatása szerint, ugyan pontos adatokkal nem tudtak szolgálni, a fix kameráknak van visszatartó ereje. Már a tesztidőszakban is tapasztaltuk, hogy ezeknek az eszközöknek a környéke jelentősen lecsökkent, a haladási sebesség várakozáson alul volt a jogellenes cselekményeknek a száma, és amióta éles üzembe megyünk, tovább csökkent ez, tehát azt tapasztaljuk, hogy egy idő elteltével ezeknek az eszközöknek a környezetében valójában nem lesznek jogsértések. A Vásárosnaményi Központban azt is megtudtuk, míg a mobil trafipaxok 6-800 méterről is tudnak sebességet mérni, addig a fix kamerák ható távolsága mindössze 50-100 méter. Az ORFK tájékoztatása szerint nem is a büntetés a cél, hanem az, hogy felére csökkenjen az országban a halálos közúti balesetek száma.